Sziasztok, izomvadászok, és üdv az új videóban. Gyorsan leülök a kanapére. Na, sziasztok, itt vagyok a kanapén, és iszom szépen a darált zappelyhemet. Azért, mert mindjárt megyek a haverommal szépen mellre edzeni, és egyszerűen kell egy jó kis szénhidrát energiaként. Az a helyzet, hogy ugye karácsonyra Budapesten voltam a barátnőmmel meglátogatni a családot, és őszintén nagyon gyorsan telt ez a pár nap, őszintén kicsit rám jött zsír, és ezért én most visszarepülőn megterveztem az új edzőtervemet, így januárra, és az a helyzet, hogy kicsit több HIIT-t terveztem bele, hogy egyszerűen mégiscsak kicsit menjen vissza le a zsír, de mégiscsak inkább az a célom, hogy még felszedjek több tömeget. Jelenleg az a helyzet, hogy olyan 70 kg körül vagyok. Az a célom január végére, hogy 72 kg legyek, és gondoltam, ezt titeket annyira érdekel, hogy itt most ebben a videóban el kell mondanom. Ja. Következő dolog. Tegnap már lábaztam, gondolkoztam rajta, hogy felveszem nektek, aztán nem vettem fel, mert egyszerűen karácsony után annyira hiányzott már az edzés, hogy nem akartam ott kamerával csinálni. Tudnotok kell, hogy kamerával edzeni sokkal komplikáltabb, mint talán videón tűnik, de mindig találni kell a jó angle-t, hogy jó fény legyen, hogy ez meg az, és egyszerűen nem tudunk ennyire koncentrálni az edzésre, és egyszerűen nem olyan jó az edzés, amikor felveszem, és ezért úgy döntöttem, hogy a lábedzésemet azt kamera nélkül nyomom, és annyira brutálisan szétszedtem a combomat. Tegnap este zárnom kellett a termet, tehát így edzés után elkezdtem dolgozni, és valamikor egyszerűen összeestem. Így ültem, beszélgettem vásárlókkal, hogyha ezt vásárlónak lehet hívni, a lényeg, hogy két ember, aki be akart jelentkezni nálunk a terembe, el akarnak kezdeni nálunk edzeni, és én egyszerűen kicsit elmagyaráztam nekik, hogy mennyibe kerül, meg bla 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 bla. Alá akarták írni a szerződést, és ahogy felálltam a székről, úgy belőtt a combomba, és egyszerűen annyira durván begörcsölt, nem tudtam mit csinálni, elkezdtem kiabálni, mint egy hülye az egész termen át. Jöttek a munkatársaim, én már feküdtem a földön, és esküszöm, hogy 10 percig ott feküdtem, nem tudtak felállítani engem, én sem tudtam felállni. A nyújtás sem segített, egyszerűen bármit csináltunk, nem ment ki ez a rohadt görcs, annyira brutálisan lábedzettem, és ezzel mit akarok nektek mondani? Semmit, igazából csak annyit, hogy nagyon motivált vagyok a jó edzésekhez, és talán még azt is, hogy túl kevés magnéziumot vittem be karácsonyon keresztül. Azóta már bevettem 3 magnézium tablettát, és már kicsit jobb, de őszintén, mivel 10 percig maximális feszültség alatt volt a combom, így most rohadtul izomlázas a combom. Eleve az lenne a durva edzéstől, de ez a 10 perces görcs, azt a testem egy darabig nem fogja ilyen gyorsan elfelejteni, ezért ma teljesen mindegy, mert ma amúgy is felső test van, ma mell, meg triceps, talán egy kis váll, és oda foglak titeket elvinni, mondom, most még kiiszom itt szépen azt a darált zappelyhet, és akkor igazából nem sokára itt lesz a haverom. Miért jön értem a haverom? Azért, mert a kocsimat a teremnél hagytam, felhívtam őt, hogy jöjjön értem, mert én így nem akartam hazavezetni, ez kicsit felelőtlen lett volna, és ja, ezért vele megyek. Ott már vár rám a szép kis E36-osom, imádom azt a kocsit, és ja, kiszom, aztán jöhet a haverom, és megyünk a terembe. Ja, egyébként, ha még nem vettétek volna észre, ma inkább egy ilyen dumálós videó lesz, és ilyen vlogszerűbb, tehát semmi köze nincs a vadácsonyhoz, de lehet, hogy ma a videó közepe vagy vége fele, még a vadácsonyt is folytatjuk ebben a videóban, még nem egészen eldöntöttem, de a lényeg, hogy ma folytatjuk a YouTube videókat, folytatjuk a videót.
Na srácok, itt vagyok, épp eszek tésztát ilyen sütött hallal, közben vágom a videót, és gondoltam, ez nektek érdekes, ja, ez ilyen sima, semmi különös tészta, egyszerűen sima tészta itt. Nem éppen a legegészségesebb, de nem is éppen a legegészségtelenebb. Az egyetlen problémám épp csak az, hogy a videóvágástól elfelejtettem, hogy feltettem tésztát, és nem tudom, hogy látszik-e, de így kicsit kiforrt a víz. A odaégett vizet le akartam kaparni ezzel a műanyag kaparóval, aztán a műanyag hozzáért a tűzhelyhez, a forró tűzhelyhez, és oda kezdett égni a műanyag, és így most, hát kicsit égett műanyag szag van itt a lakásban. Nem éppen mondanám, hogy ez valami egészséges a tüdőmnek, de mit meg nem teszünk a finom tésztáért, nem? Hogy megérte, nem mondanám, mivel ez nagyon nem egészséges tészta, de finom, és most még gyorsan kikerestem a nyertes kérdést az utolsó vadácsony rész alatt, és fókuszálj. Ja, az a helyzet, hogy a nyertes kérdés az az izomlázról szól, arról már tavaly forgattam vadácsonykor pont egy videót, pont az izomlázról, tehát ezt most beteszem a sarokba, és azzal meg is van válaszolva a vadácsony kérdés. Mit ajánlasz azoknak, akik nagy részt csak otthon tudnak edzeni, milyen eszközöket, edzést, terv, és így tovább, lesz még otthonról edzős videó? Azt holnap szeretném megválaszolni a vasárnapi kérdésben, úgyhogy találkozunk holnap. Ha még nem lennél feliratkozva, tedd meg, kapcsold be a csengőt, és akkor találkozunk holnap. Na csá!